Ez a jacuzzi. Ebbe kéne fürödnünk. A? Még fejjel is beleférek. A verseny utáni megérkezéskor nem volt velünk Franciska. Így is kicsit furcsa volt ide érkezni. Illetve amikor beléptünk a faházba, érezhető volt, hogy a fiú oldalon egyel kevesebb személy fog aludni. Így előjött Ákosnak is a hiánya. Úgyhogy nagyon rossz megélni ilyen dolgokat. Tudtuk, hogy Franciska előbb-utóbb csatlakozni fog hozzánk az éjszaka folyamán, viszont Ákos már sajnos nem. Én ma nem a legboldogabban jöttem el a pályáról, és tudom, hogy ti sem. Leginkább azért nem, mert egy picit talán magamban is, meg talán a csapaton is azt éreztem, hogy mondogattuk, hogy jó-jó, meg hogy majd felállunk, meg nem tudom. Viszont eljött az a pillanat, amikor nem álltunk fel. És jó, hogy biztatjuk egymást, viszont ha valami szépen, tényleg lássuk be. Megjöttünk, és dur bele. Mindent vittünk. Együtt. Nagyon jó volt a csapat, most is nagyon jó a csapat. Kicsit azt érzem, hogy belefeledkeztünk ebbe a jó szériába, és szerintem egy kicsit ezt elhittük, hogy ami nem baj, mert a hit az kell, csak azt sem szabad túlzásba vinni. Ne higgyük el, hogy mi mindig a legeslegjobbak lehetünk, de mindig a maximumot hozzuk ki a pályán. És hogyha valamibe hibázunk, akkor ne a pályába keressük a hibát, vagy a teljesítményünkbe, csak a hozzáállásba. Nem az, hogy most ez a karika, jaj, most ez nem jött össze. Nem jött össze. Nem mehet mindig ugyanúgy. Én is mondtam. Hozzáállás. Nem ment. Csak ne úgy jöjjünk le a pályáról, hogy utána percekig még azt mondogatjuk. De akkor és most ezen mondta, igazából most én nem... Most mondta Luca, hogyha valami akkor azt most ismerjük be. Most nem értem, akkor mit várunk csapatszinten. Akkor üljünk le és úgymond szomorkodjunk messze. Nem. És azt mondtam, azt mondtam, hogy tök jó, ha boldogunk és pozitívak, mert ez fog előre vinni. De ha akkor lássuk be, mondjuk el, beszéljük meg. És ne azt mondjuk, hogy lejött. Szerintem ma ezt megcsináljuk. Hogy mire figyeljünk lejöttem, oda és például. Azt mondtam, hogy hát ez volt. És azt mondtátok, hogy de jó. Győztes futam után nincs negativitás. Igen, ezt? Azt elmondtad, okay, hogy nem okay, érzed, de a pont az pont. És azt mondtátok, hogy nem, ez jó volt. De nem mondjuk azt, hogy ha tényleg sokat futottam, és a Zsófi éppen, hogy csak behúztam, hogy jó, mert az nem jó. Jó, de hogyha lejössz egy vesztes és egy győztes futam után, és ugyanazokat az érzelmeket osztod meg velünk, az minket is megzavar. Azt elmondtad, hogy nyilván nem éreztem úgy, de ne így mondjuk ki, hogy volt. Jó, akkor hogy mondjuk? Akkor legközelebb... Hát ahogy okay, most nem, mondtam. Nem az a lényeg, rossz volt. Jó, oké, okay, akkor rossz, akkor legközelebb így fog. Mert pontosan lenni. Ebből volt egy vitánk a tengeri pálya után, hogy én egy győztes után úgy jöttem le, ahogy most te, hogy ez volt. És Francinak teljesen igaza volt, és Franci a kékek előtt osztott ki minket, hogy ezt elengedtük. Máskor ez nem ezt taktika. Fogom mondani, viszont... Nyilván az van, hogy megnyered, és azt mondod, hogy hát ezt nem éreztem, mert benne van. Jó, okay, és azt mondtad is, hogy nem mondani. Éreztem, és akkor nyilván mi mondjuk azt, hogy jó volt ez, figyelj erre, a csuklóra, tök mindegy, most nem mondok példákat. A pontnak így is úgy is örülünk. Örülünk a pontnak, csak ne nyugtassuk magunkat úgy, ülős, ha tényleg nem ha ment. Tényleg nem érezzük. Úgyhogy... Nagyjából valami ilyet akarok, de hogy még bennem van ez a... Nem hiszem el, tehát hogy tudom, hogy ott van mindannyiunkban, és arra akarjuk, csak pont azon csúszik el, és viszont, srácok, viszont annyira képesek vagyunk rá, csak... Képesek vagyunk rá. Pici turbóval többet és, kell odatennünk, semmi és valóban, sem. Amikor bejöttetek, akkor szárnyaltunk. Most jött egy rosszabb széria, és úgy tűnhet, hogy... elengedtük. Köszönjük, hogy követtek minket. Ne feledjetek feliratkozni csatornánkra itt lent, és több videóért itt és itt tudtok jelentkezni.